Fehér. Nagyon szép labdaszerzés, Erdei. Már is visszadobja, kis nagy helyzet, és vezet az 5. perc elején a karcagi csapat. Erdei remek labdaszerzés, szépen ugratja ki Kist, aki kapásból a vetődő török kapus keze mellett kilövi a hosszú alsót. Héder. Megint kinyik, most átrendeződik a játék, és a karcagi térfélen pattog a labda. Nagyon jó labda, sikerül lekezelni, Belényesi nagy védés. Jó a lefordulás, Szedlák lép be a 16-oson belőre, nem jut el azonban a beadás. A címzethez Szőke szabadított föl. Összeszedik a vonal előtt, megint tekeredik, ezt is sikerül kifejelni. Harmadjára is jöhet a labda. Könnyen lehet, hogy igen. Szedlák jól kerüli meg Balogot. Megint középre teszi, és a fejes elmegy keresztbe. Erdei center pozíciójába majd alig, hanem Balog József húzódik be. Hát kell állni és alkalmazkodni kell ehhez a szituációhoz. Balog. Négy fehérmezes társaságában is megindul a kapu felé, és át is verekszi magát mindenkin. Balog, nagy helyzet! És üres a kapu, nincs lecsgól! Nagy Roland találatával 2-0-ra vezet a karcag. Nem állunk túl jól a bajnokság első 5 helyezett csapata ellen. 7-szer találkoztunk top 5-ös gárdával, és mind a 7 meccsét elveszítette a karcagi csapat. A top 5 jelenleg a Szajola János Hida, a Jászárok Szállás, a Török Szent Miklós és az Újszász együttese. Szajoltól és Újszásztól oda-vissza kikaptunk, a többi csapattól pedig eddig egyszer. És ami még kiábrándítóbb, hogy a 7 ellenük lejátszott mérkőzésen a karcagi csapat csupán 1 gólt szerzett és 20-at kapott. Hát, szembe megyünk ma ezzel a rossz szériával. És 24 perc alatt berámolunk 2-t Török Szent Miklósnak. Jön középre, Szedlák Olló! Hátba lövi a karcagi játékost, aki aztán lent marad. Járatja a labdát, de érdemben nem jut közelebb a karcagi kapuhoz a Török Szent Miklós, talán majd most. Burucsele jó volt. Belényesié. Nagy. A Balog pedig mehet. Most nem kell 4 védőt megvernie, elég lesz először csak Gustafikot. Megteszi. Most jön a következő, azon is átjut, aztán pedig elpasszolja. Meghal a szépségben Balog. Kovács. Kiperdül. Sarokrugás. Most egy kicsit, mintha fáradtabban és enerváltabban mozognánk, mint korábban. Egyre több nyitott terület tátong a Török Szent Miklósi csapat előtt. Nem jönne rosszkor a szünet a miainknek. Gustafik fejjel, könnyed zsákmány Belényesinek. Pontosan jó Kisnek kirúgás, Kinyik azonban kifejeli. Kinyik egy igazi vándormadár.
az elmúlt 14 évben ez a 10. csapat, ahol megfordul kinyílik a teljesség igénye nélkül Kunszentmárton, Cserkeszőlő, Jászladány, Kengyel, Martfű, Szajol, Túrkeve, Besenyszög, valamint Mezőtúr és Törökszentmiklós. Nagy! Ez most már gólhelyzet! Török rávetődik! Szent Annai. Balog. Nagyon jó indítás! Nagy Roland, most biztos, hogy nem lesről indult. Elszórakozzuk. Az a baj, hogy végig a jobb lábán volt Nagynak, azzal meg nem mert se keresztlabdát adni, se kapura lőni. Ebben azért így több volt. Lenget az asszisztens. Hát azért ez egy furcsa ítélet. Azt mutatja Szabó József, hogy majd ő eldönti, mikor sípol, és mehet tovább a játék. A fehérek rúghatnak. Lehet, hogy az utolsó szansz az első fél időben a szépítésre. Igyekeznek élni vele. Na, vendégek, már a büntető területen belül, most a beadás. Szedlák azonban kapásból nem tud a léc alá bombázni. Itt a Ligetúton egyébként nem sok babérterem annyira a törökszentmiklósiaknak. A legutóbbi 9 meccsen 5 karcagi siker született. 2 darab 1-0, 1 darab 2-1, 1 darab 3-0 és 1 darab 3-2. Ez pont tavaly. Volt 3-1-1-es döntetlen, és egy törökszentmiklósi siker. Balog megint elmegy, centerezni kellene. Nagy Roland megkapja a labdát. Ezt már játszani kell. Most áll meg az akció, és kiott Szabó József, kinyíknek egy sárga lapot. Ő az első alapos a meccsen. Így szabad rugásból veszélyeztethetünk. Nagy a labda mögött. Jó lövés. Török boxol. Volt benne erő. Kicsit jobban helyezhette volna Nagy. Így is szép jelenet volt. Mind a lövés, mind a védés. Szöglet. Kerül lassan labda is, lesz mivel elvégezni. Nagy Roland készül elvégezni. Megint egy lapos szöglet, valahogy így is becsúszott középre a labda. Lehet ismételni. Idegenben azért nem vitézkedik a törökszentmiklós. Ennek láthatunk ma is egy remek példáját. Ott a fejes, ott a gól! Szőke Norbert szerez gólt, és eredményes, és 3-0-ra módosítja az állást. Ez most nem laposan jött, ahogy korábban. Közeledünk a 60. perchez. Egy komoly szépítési lehetőség a törökszentmiklós előtt. Gustafik bele a falba. Jött egy beadás. Jobb külsővel átmegy a kapus feje fölött, picit alászalad Belényesi. Utána azonban megfogja. Terjék. Elszórja. Térdre ereszkedve veszi, merre kinyik. Fura megoldás. Így esett kényelmesen. Belényesi lehúzza és rávetődik. Török. Kovács. Nem is jól zárta a szöget, ráadásul meg is csúszott. Ferge most ad be, újra Belényesi.
kinyik, kapura, Nagy Roland elbelsőzi, Fehér, jó, hogy beleért valaki, kirúgás lett volna, Lóle is lő, és mellé paskolja Belényesi, de nagy ment. Fábián jól teszi Balog elé, és most nagy üres terület előtte. Akár keresztlabda is lehet, eljut Nagy Rolandig, el lehet dönteni a mérkőzést, nagy hátba rúgja kinyiket. Lóle. Szedlák. Az már neki lövőhelyzet. El is eresztett egy löketet. Szedlák. Erdei háttal a kapunak. Most forog rá, senki nem zavarja. És egy veszélyes tekerés. Nem talál azonban kaput. Bent van még, ezek szerint igen. Egy ollózó mozdulat. Csőke mutatta be. Kis. Ott van még a helyzet. Nagy Roland. Át kéne tenni a bal lábra. Még mindig nagy. Nem tud szabadulni tőle. Ebben is jóval több volt. Erdei. Kapásból ellövi. Kitenyereli Belényesi, újabb védés. Nagy. Szépen veszi le a levegőből a labdát. Szent Annai érkezik neki segíteni a másik oldalon. Nagy Roland. Eljut Szent Annaihoz. El. Befelé húz. Most a lövés, és nincs ott. A pont az in. Nagy Roland hiába nézte meg magának jól a jobb felsőt. Egy kicsivel célt tévesztett. Elsőként csapatunk vezetőedzőjével, Orosz Istvánnal beszélgetünk. Pisti, gratulálunk a győzelemhez. Kívülről úgy tűnt, hogy egy nagyon jól szervezett, végig fegyelmezett csapat igazából megérdemelt győzelmet aratott. Hát én azt mondom, hogy én nagyon tartottam a mérkőzéstől, az elmúlt úgymond a 6-6-os döntetlenből kiindulva. Elmúlt héten fegyverneken voltunk, és 6 gólt kapni azért az nem egyszerű dolog egy csapat életébe. Megpróbáltuk a védekezésünket úgy megszervezni, hogy ne legyen járóház, mert úgy éreztem, hogy múlt héten az az volt. És kis agresszivitást kértem ott középpályán, több labdaszerzést. És ebből szerintem meg is valósították a fiúk, mivel elég úgymond állóképességben, erőlétben nem vagyunk ott, ahogy én szeretném. Úgyhogy nem is kértem letámadást, hanem visszaálltunk félpályára, onnan próbáltunk úgymond kontrákat vezetni. Szerintem jókor rúgtuk a gólokat is, a helyzeteket úgy szerintem ki is használtuk, igaz, hogy most a vége felé is, meg az első fél idő végén is voltak még nagyobb lehetőségek. De én is úgy éreztem, hogy úgymond uraltuk a mérkőzést. Én azt láttam a török szemiklósi csapatban, hogy mezőnyben nem voltak rosszak, de olyan elvártlan, olyan nem voltak olyan sebességben, ami egy jellemző volt rájuk. De hát hál' Istennek itthon azt mondom, hogy egy meggyőző játékkal begyűjtöttük a 3 lehetőség. A török mai alkalommal is több fiatal játékos kapott lehetőséget tőled. Bele a falba. És hát elég jó teljesítményt is nyújtottak. Úgy néz ki, hogy hosszú távon is egy lenne a jobb teret lehet rájuk pakolni. Jobb külsővel, hát, látod, hogy a kapus fel fölött picit alászalag Belényesi. Azért is kellett ezeket a fiatalokat beállítani, mert sajnos én is sérült voltam. Úgy, muszájból is kellett, de jó helyt álltak a fiatalok. És hát ha az elképzelésem szerint jól állnának a hétköznapokban is az edzésekhez is, akkor én bátran szavaznék nekik bizalmat, de sajnos az edzés munkáikkal elég nagy problémák vannak, és lehetne még többet kihozni magukból, de ez nem csak rajtam múlik. Orosz Istvánnak köszönjük szépen, és még egyszer gratulálunk a mai 3 ponthoz. Köszönjük szépen. A folytatásban Tarjányi Csabával beszélgetünk. Hát, hogy itt a meccs végén végignéztem a törökszentmiklósi arcokon, talán az elkeseredettség és a csalódottság szavak jutottak eszembe. Mi történt ma a csapattal?
Hát valóban szomorú vagyok az eredmény miatt, és nyilván a játékosok is mérkőzés lefújás után az öltözőbe. Nem tudom, teljesen motiváltlanok voltunk, én azt gondolom, akaratgyengék. Néha még volt egy-két fegyelmezetlenség is, és ezt kihasználta a karcag. Lehet, hogy mezőnyben nem játszottunk mi olyan rosszul, meg mentünk itt a 90. percbe is, hogy gólt szerezzünk. Azonban valami mégis hiányzott, valami kis plusz. Nehéz ilyenkor bármit is mondani. Hazai pályán kifejezetten jól szerepel a Törökszent Miklós, idegenben viszont nem mindig úgy jönnek a pontok, ahogy kellene. Mi ennek az oka? Hát nyilván hazai pályán támadó szellembe játszunk, a hazai közönség előtt nagy pályát kihasználva. Azt gondolom, hogy jó erőben vagyunk, és sok futással ezt kihasználjuk, és tudunk mérkőzéseket nyerni. Idegenben hát sajnos az elkövetett hibákat az ellenfelek gyorsan kihasználják. Nem vagyunk egy gólerős csapat, tehát nem rugdossuk tömegével a gólokat, és valahol azt érzem, hogy hátrányba kerülünk onnan, mi már nem tudunk felállni. Jelenleg a tabellán 4.-5. hely környékén áll a csapat. Ez a realitás? Hát, hogy mi a realitás, pontok mondják meg. Most annyi pontunk van, hogy ez erre elég. Nyilván az elvárása sokkal nagyobb, mind a vezetőség, mind a játékos, mind az én részemről. Valami hiányzik, nyilván ezt ki kell elemezni. Közösen, nem tudom, persze csalódás, hogy nem vagyunk a dobogón, de valamiért csak ennyi pontunk van. Arany Csabának köszönjük szépen, és jó munkát kívánunk a következő hetekre. Köszönöm.